Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Bacskai Sándor vagyok, a Váci tesztelepről. Amint lássátok, készül az új gyűjtőhelyünk, ahol valójában nagy kivetítővel, mint ahogy már mondtam, nagy kivetítővel ide lehozzuk a galambokat, és itten, aki itten van, a nagy kivetítőn keresztül fogja látni valójában, hogy milyen galambot tettünk benne, és amint tudjátok, itt lesz a gazdája, mindenki kézbe veheti a saját galambját, és ő beteheti utána ketrezben. A Magyar Posta galambász történetében ilyen nem volt, de mi ezeket is megengedjük, hogy a tulajdonosok lássák, hogy milyen állapotban van, mennyi van meg belőle, ez itten le lesz szépen kövezve, gyönyörűen meg lesz csinálva, úgyhogy bízok benne. Amint tudjátok, föltettem a videót, hogy a Vácot megkértek a Jakus Mácsik, hogy ide szeretnének jönni valójában gyűjteni a postagalambokat. Kezet adtunk egymásnak, és megengedtem, hogy itten gyűjtsenek. Örültek, boldogok voltak, csak közbe jöttek ki bökkenő. Mivel mondtam neki, a Mikinek, hogy a Kóciánnal hozott, elvitte a saját galambjait, és beszélgettem vele, hogy mivel voltam a Váci gyűjtésen, és nem volt semmiféle, volt díjkiosztó, de se díj, se oklevél, semmi, és mondtam neki, hogy szeretném, hogyha esetleg ő is ide becsatlakozna a Váci Egyesületben, mivel a váciaknak itt egy gyűjtőhelyek lesz, és szeretném, mikor van a záróversenyi program, díjazásokkal, serlegekkel ellátni, és a fiatal galambászoknak, akik itt vannak a környéken, mivel mindennel rendelkezek, 1000 galambot el tudok nekik vinni, heti kétszer mindenkinek, aki tag itten, vagy esetleg aki idejön Kurelányban, elviszem nekik heti kétszer, minden tag annyi galambot tesz be, amit akar, 1000 forintot, hogy még a benzinköltség sem jön ki igazán belőle, de szeretném őket ponzorálni, hogy jó versenyt tudjanak csinálni, ne sírjanak, hogy elviszi a szél a galambokat, egy jó beröpülést, hogy sok versenyző legyen, mert annak idején, mikor hordtam a Váci galambba, szoknak ingyen és bérmentve, akkor Vácról az első 10-ben, 8-an is voltunk, az első 20-ben, meg 10-en valamennyien. És szerettük volna, hogy a fiatalokat elhozzuk, hogy lássák, hogy milyen díjazások vannak. Sajnos, mikor meghallották a Kócián Józsinak, meg a Sógó Robi, hogy az is újból szeretne galambászni, lefújták az egészet, hogy hú, inkább visszamennek a régi gyűjtőhelyekre, ahol se WC, se víz, semmi nincsen. Hát sajnos nem választották. Ezek a tagok, mivel tudták, hogy én a Hegyi Györgyre szavazok, megkérték a Váci dukaiak, a váciakat, hogy sajnos ne menjek el én erre az értekezletre, a kerületi értekezletre, vezetőségi gyűlésre, mert akkor sajnos nem tudják félrevezetni a csapatot. Amint tudjátok, nincs is ebben semmi problémám, mert elmondták, hogy én valójában a Kollár Józsival, a Burzánnal haragban vagyok. Én nem vagyok sem a Burzánnal, sem a Jodóval haragban, csak mikor eljöttek a záró versenyre, megkértem a Józsit, hogy menjen oda az elnökhöz, jöjjön oda az asztalunkhoz, és hallgassa meg a Hegyi Györgynek a programát, hogy mégis mi van. De sajnos nagyképűen válaszolt, nem jött oda, lefikázta. Én azóta nem mentem, meg nem hívogattam azért, hogy nehogy még véletlenül is meg akarjam győzni, hogy neki kire is kellene valójában szavazni. Gondolták, Mázdukán szavazást tartottak tegnap, jobban mondva, és ha azt veszitek alapot szerdán, és én is, mivel kerületi tag vagyok, ponzoráltam, stb., és nem hívtak meg, hogy valójában mi is történik ezeken a szavazásokon. Nem mondták el az embereknek, hogy a Hegyi György mennyi pénzt gyűjtött össze, hanem a Burzán Lajos azt mondta el, hogy 50 millióval adták át ezt a kasszát. Ő látta személyesen, félrevezették az embereket, ugyanúgy a Józsiék a Burzánnal együtt. Azt mondták, hogy húha, hát a Hegyi Gyurinak is az egyesületében valami van a füle mögött, meg avval is vannak gondok. Hát majd most lesz a vasárnap a választás,
majd a Tasi Tibi fölteszi nekik ezt a kérdést, hogy akkor, ha már tudják, hogy milyen gondok, meg micsoda, akkor mondják el, legyenek szívesek, hogy milyen gondok, mert mondták, hogy 50 millió van a kasszában. Ha megnézitek a szövetségi honlapját, hogy mennyi pénz van, akkor mindenki lássa, azt is lássa, hogy ebből hitelt kivásárolt a Bádos Pista 8,5 millió forintot, meg van írva a papír, megírták neki a vezetőink, hogy sajnos nem lehet rajta behajtani, úgyhogy a pénz marad a Pistánál. Szerintem van neki jó nyugdíja, úgyhogy nyugodtan ez a pénz nem a Mihaliké, nem a rablóké, hanem gyorsan a tagoknak a pénzét tegyék vissza a kasszában. Azt szeretném, mivel megérizték ennek a pénzszagát, nem tudom, hogy valójában a jodóék miért is, avval kampányoltak, hogy a Mátyóknál tüntetés volt, hogy mondjon le, mint versenybizottsági elnök, és a rendőrség hajtotta szét a tömeget, nem tudom elképzelni, de hát ha ezt mesélik, nagy a valószínűsége, hogy így volt, majd megkérdem a Tasi Tibit, hogy pontosabban nézzem már utána, hogy milyen tüntetés is folyt egyáltalán a házánál, mert ezzel kampányolnak a Dunakanyarban, hogy ezért mondott le szegény Mátyók. Szerintem a Mátyóknak is, hogyha az igazat mondaná, akkor nem lennének ilyen problémái, hogy ilyen hülyeségeket beszéljenek. Én mindig azt mondom nektek, ja, és amikor megemlítettem a Váciaknak, hogy 5 millió forintot gyűjtöttek össze a jodóék, nem tudták, hogy valójában van pénz a kerületnek, ők azt mondták, hogy nincs pénz 5 millió forint, mivel a jövőre kocsit szeretnének vásárolni a Dunakanyar. Nagy a valószínűsége, ha nincs pénz, ők is gondolom azért kampányolnak a Mihalik mellett, 99%-ban, de legalábbis 90-ben biztos vagyok benne, hogy a Váci vagy a Dunakanyar kerület is vannak ismerősök, és ezért kampányolnak, hogy hát, ha ők is kapnának egy tagi hitelt, egy 6 millió forintot, és akkor ők is tudnának kocsit vásárolni a szövetségnek a pénzéből, amit az emberek dobnak össze. Bízom benne, hogy ezeket a pénzeket felejtse már el mindenki, hogy tagi kölcsönöket, amit mi összeraktunk, meg a galambászok, hogy kiosszák, meg kivegyék, meg külföldre járjanak belőle, mivel nem hajlandó ezeket a Hegyi György, ezeknek a jó nevelt bandának kiosztani, sajnos valamilyen szinten le kéne őtet váltani. Szerintem az az ember való oda, aki ezeket a pénzeket tud ránk vigyázni, és azokra kell szavazni, akik igazat mondanak. Ha megnézitek a Dunakanyarban, félrevezették az összes tagságot, nem engednek oda, mert nem tudnak akkor hazudni, mert én teszek nekik föl olyan kérdéseket, hogy mit nézzenek meg, meg milyen honlapon, hogy mi is valójában az igazság, mert föl kellett volna olvasni nekik ezt az igazságot, hogy mi szerepel a pesti srácoknál a honlapon, már második írás is megjött, nem pedig félrevezetni a társaságot. Úgyhogy én magamat, én nem haragszok a Váciakra, támogattam eddig is a Dunakanyart, de nagyon sajnálom, hogy egy olyan ponzort, mint én, vagy a Kócián, amikor nem volt redőn, egy szó nélkül beredőnyözte, odaadta a redőnt ingyen és pénz nélkül, ingyen jobban mondva, semmit nem kellett érte fizetni, elmentem, elhoztam, hogy ezt be tudják, hogy a galambászoknak olcsóbb legyen. Ha megnézitek, elmentem egy Vác díjkiosztóra, nem volt semmiféle díj, nem volt sellek, semmi nem volt, sem oklevél, úgy ültünk ott, mint egy temetésen, valójában, mert zenesen volt, csak ettünk egyet valójában, hogy na, és mindenki szétvonult. Ha azt mondjuk, hogy se sellek, semmi nincs, nem kapnak semmit, akkor valójában nem tudom, hogy miért is vannak oda az emberek, hogy kit, miért, meg hogyan is kéne eltiltani, mikor semmiféle selleget. Mi a Kóciánnal összeszerettünk volna itt állni, a Dunakanyarnak, már mint a Vácinak szintén nagy díjkiosztót szerettünk volna szervezni, hogy mindenki lássa a világon, hogy milyen faszakis egyesület, milyen díjkiosztás, függetlenül, hogy kinyeri a díjakat, rendezni,
fiatalokat bevonni, meghívni ide, mivel Vécel, kurutótól terep, Vécel, víz, mindenre van lehetőség, de sajnos ettől most a Váci Egyesület, mert nem akartak szembe menni a vezetőséggel, így még csak azt sem mondták, hogy na akkor eddig könyörögtek, hogy lépjek be, most meg már inkább maradjak otthon, mivel tudjátok, én nem versenyzek, nekem most teljesen mindegy, hogy tag vagyok a kerületben vagy sem, eddig is szponzoráltam, nem én könyörögtem, hogy legyek tag, ők hívtak meg, hogy legyek tag, amit becsületesen kifizettem, támogattam, hogy megalakuljanak, ha azt veszitek alapul, hogy mikor ellopták a pénzünket az elődéi vezetőség, egy forintja nem volt a Dunakanyarnak, sem autójog, semmi nem volt, bezárkóztak a 60-i kerületben, egy utánfutót tudtak biztosítani, hogy elvigyék, ebben az egész kerület nem fért bele, csak Vác meg egy páran, Hartyán, és nem tudták elvinni a galambokat, ezért a Kócziánéknak, a Veresegyházának, meg sok gáznak, Dunakeszinek el kellett hagynia a Dunakanyart, mert nem volt szállító eszközök, nem tudták megoldani, és mikor valójában elmondták a következő évben, hogy nem tudják szállítani, mert visszajött a 60. kerületbe a tagság, oldják meg, semmilyen szállító eszközök nem volt, mert túlsúlyos volt, amivel nem lehetett postagalambászot ott csinálni, akkor mondtam, hogy gyertek ide, mindenben támogatlak benneteket, mindenben segítek, nem kell megijedni senkinek, azon vagyok, hogy egyben legyetek, sőt, két felépítményben is támogattam őket, én nekem csak mindig az volt a kérésem, hogy őszinték legyenek, ne hazudjanak és ne vezessenek félre senkit, de sajnos úgy érzem, hogy nem engednek olyan helyre oda, amikor hazudnak, hogy nehogy aztán elmondjam a valós igazat. Félrevezetik a tagságot, és valahogy ezeket céljelem. Hozzáteszem, nem haragszom sem a Jodóra, sem a Burzánra, de az elnök választásnál mesélj el mindenkinek, hogy hogyan sikerült a Vászdukai Egyesületet, meg engem miért nem hívott meg, miért sikerült nekik félrevezetni a társaságot, hogy kire is kéne szavazni hazugság által. Sziasztok! Remélem tetszik a riportom. Minden egyes kerületi vezetőnek azt tanácsolom, hogy szavazzátok meg, hogy kire szavaztok, és arra kérek benneteket, hogy ne vezessétek soha félre senkit, mert az igazság mindig ki fog derülni. Sziasztok!